áldás és békesség. Nem felejtettem el, csak annyi minden más is. <laughs> Felolvasásra vár. Folytatjuk a Korán felolvasását, és elérkeztünk a 25. szúrához, aminek címe, amit nem biztos, hogy helyesen tudok kimondani, Al-Furkuán. Hallak a könyörületes és az irgalmas nevében. 1. Ádott az, aki al furkuánt küldött le az ő szolgájának, hogy intés legyen az a teremtményeknek. Kettő. Az, aki az egek és a föld országlása, és aki nem nemzet fiúgyermeket és nem volt társa az országlásban, és megteremtett minden dolgot, és akarata szerint határozott róluk. 3. Ők azonban más isteneket választottak helyette, akik nem teremtenek semmit, hanem ők maguk teremtmények, akik még saját maguknak sem képesek ártani vagy használni, és nincs hatalmuk sem halálon, sem életen, sem feltámadáson. 4. A hitetlenek azt mondják, ez csupán hazugság, amit Mohamed koholt, és amiben mások segítettek neki. Sántika, nem kell szinkronizálni a Koránt. Na. Gon még egyszer a négy. A hitetlenek azt mondják, ez csupán hazugság, amit Mohamed koholt, és amiben mások segítettek neki. Gonosság és hamisság jön tőlük. Öt. Azt mondják, a hajdan voltak mesés történetei ezek, amelyeket leíratott magának. Ezeket diktálják neki reggelente és estelente. 6. Mond, az küldte le ezt a koránt, aki tudja a titkot az egekben és a földön. Ő kegyes és könyörletes. 7. Azt mondják, miféle proféta ez? Étket eszik és megfordul a piacokon. Miért nem küldetett le hozzá egy angyal, hogy intő legyen vele együtt? 8. Vagy potyant volna le hozzá valami kincs, vagy lenne néki egy kertje, amelyeknek csupán a gyümölcseiből ehetne és a vétkesek továbbondják. Csupán olyan embert követtek, akin varázslat ül. 9. Figyeld meg, rólad szólva hogyan példálóznak, ám ők tévejegnek és képtelenek az igaz utat meglelni. 10. Ádott az, aki, ha úgy akarja, <coughs> jobbat rendel néked ennél, kerteket, amelyek alatt patakok folynak, és palotákat rendel neked. 11. De nem, hazugságnak tartják az órát. Ami, ám mi azoknak, akik hazugságnak tartják az órát, a pokol készítettük elő. 12. Ha már messziről föltűnik nekik, dühöngést és üvöltést hallanak onnan. 13. És amikor egymáshoz bilincselve egy szűk helyre dobjuk őket, akkor pusztulásért fohászkodnak ott. 14. Ne egy pusztulásért, hanem sokért fohászkodjatok ma. 15. Mond, ez jobb-e, vagy a halhatatlanság kertje, amire az Istenfélők kaptak ígéretet? Ez az ő fizetségük és a helyük, ahová végül eljutnak. 16. És mindenük meg lesz ott, amit csak akarnak, és örökké ott időznek. Ígéret ez, amelyért a te urat felelős. 17. És azon a napon, amikor összegyűjtjük őket és azokat, akiket allag helyett szolgáltak, és azt mondja, vajon ti téveigésbe ezeket a szolgáimat, vagy ők tévejettek el az úttól. 18. Azt fogják mondani, magasztaltassál, nem illik hozzánk, hogy rajtad kívül választassunk gyámolítónként, ám, ám hagytad nekik és atyáinknak, hogy élvezzék az evilági életet, amíg elfelejtették az intést. Olyan nép volt, amely nem ismeri a törvényt. 19. Íme meghazudtoltak benneteket abban, amit állítottatok, és nem tudtok elhárítani magatoktól semmit, és nem leltek segítséget. Aki közöttetek védkezett, azzal súlyos büntetés kóstoltatunk meg. 20. Mondjam én ezeket a számokat? Egyáltalán vagy csak olvassam föl. Nem fogom mondani a számokat. Tehát ugye minden, minden sor előtt van, van egy szám. De, de az már úgy megzavarja az egész folyamatot. Szóval amúgy a 20-tól folytatjuk, 25. szóra, 25. szóra, 20-as verse, vagy, vagy nem tudom, de már most nem mondom a számokat. <hül> És nem küldtünk el egyetlen küldöttet sem, tehát nem küldtünk el egyetlen küldöttet sem te előtted, akik ne ettek volna étket és ne fordultak volna meg a piacokon. És egyeseket közületek kísértésként rendeltünk másoknak, hogy vajon áhatatosak vagytok-e, allak mindent átlát. És azok, akik nem remélik, hogy találkoznak velünk, azt mondják, miért nem angyalok küldöttek le hozzánk? küldöttek le hozzánk. Vagy miért nem láthatjuk meg az urunkat? Fenhéjáztak ők az ő lelkükben, és önhítségükben mérték nélkül pöfeszkedtek. Azon a napon, amikor meglátják az angyalokat, nem lesz örömhír a bűnösöknek, és azt mondják, tilalommal tilalmas. És sort kerítünk arra, amit cselekedetet elkövettek, és szerte szort porszemekké tesszük őket akiknek a paradicsom lesz az osztály részük, azoknak jobb lesz a tartózkodásuk és szebb a déli pihenőhelyük. És azon a napon, amikor az ég széthasad a felhőkkel és küldetéssel leküldetnek az angyalok, azon a napon az irgalmasé lesz az igazi országlás, és nehéz nap lesz az a hitetleneknek. Azon a napon a vétkes az öklét és azt mondja, Bár csak a küldöttel választottam volna utat. Ó, jaj nekem, bár csak ne választottam volna ezt és azt barátnak. Bizony eltántorított engem az intéstől, miután az eljött hozzám. A sátán mindig cserben hagyja az embert. És a küldött azt mondja: Uram, az én népem üres fecsegésnek vette ezt a koránt. És eképpen rendeltünk ellenséget minden profétának a bűnösök közül, ám elégséges segítő és vezérlő a te urad. A hitetlenek azt mondják, miért nem küldetett le hozzá a Korán egyszerre. Azért van így, hogy megerősítsük általa a szívedet. Lassan és részenként zsolozsmáztuk azt. És nem állnak elő neked példálózással anélkül, hogy ne hoznánk el neked az igazságot és olyan magyarázatot, ami jobb. Akik összegyűjtetnek majd orcájukon a gyehenna felé, vonzoltatva, azoknak lesz a legrosszabb a helyzete, és tévejeknek a legmesszebb az igaz úttól. Adtuk hajdan Mózesnek az írást, és mellé rendeltük segítőnek Áront, az ő fivérét. És mondtuk, menjetek el ahhoz a néphez, amely hazugságnak nyilvánította a jeleinket, és mindegy szálig megsemmisítjük őket, és Noé népét, miután hazugsággal a vádolták a küldötteket, vízbe fullasztottuk őket." és csodás jellétettük őket az embereknek, és fájdalmas büntetést készítettünk elő a védkeseknek. És ádott és tamudott, és a kút körül lakókat, ásáb ar rasz, ras, és közöttük számos nemzedéket. Valamennyiüknek példákkal szolgáltunk, valamennyiüket elpusztítottuk, ír sem hagyva. Gyakran elmentek pedig egy város mellett, amelyre gonosz eső záporozott, Vajon nem szokták látni azt? Nem. Ők nem remélték a feltámadást. És amikor meglátnak téged, nem tesznek mást, csak gúnyt űznek belőled. Vajon ez küldte el alak küldött gyanánt? Már-már eltántorított volna bennünket az isteneinktől, ha nem lettünk volna álhatatosak hozzájuk. Ám megtudják majd, amikor meglátják a büntetést, hogy kitévejedett el legmesszebb az igazúttól. Mi a véleményed arról, aki saját kényét tette meg Istenének? Vagy a fölébe rendelt istápolója, vagy te néki? Vagy azt gondolod, hogy a legtöbben közöttük hallanak és élnek az eszükkel? Olyanok ők, akár a barom. Nem, még messzebb tévejeknek ők az igaz úttól. Vajon nem látta, de hogyan nyújtotta meg urad az árnyékot? Ha akarta volna, akkor mozdulatlanná tette volna. Aztán a napnak rendeljük el, hogy mutassa azt. Aztán finoman megfogva magunkhoz vonjuk azt. És ő az, aki az éjszakát köntösnek rendelte néktek, és az alvást pihenésnek és a nappalt arra rendelte, hogy ismét fölserkennyetek. És ő az, aki szeleket küld, hogy örömhírként hirdessék kegyessége előtt az esőt. És tiszta vizet bocsátottunk le az égből, hogy fölé leszük általa a halott vidéket, és számos teremtményünknek, jószágnak és embernek inni adjunk. És sokféleképpen magyaráztuk ezt el közöttük, hogy hallgassanak az intő szóra, ám a legtöbb ember megmakacsolta magát a hitetlenségben. Ha akartuk volna, minden városba küldtünk volna intőt. És ne engedelmeskedj a hitetleneknek, és harcolj ezzel ellenük keményen tusakodva. És ő az, aki hagyta a két nagy vizet szomszédosan folyni, az egyik édes és ízletes, a másik sós és keserű, és kettejük közé korlátot és tilalmas tilalmat rendelt. És ő az, aki a vízből embert teremtett, és születésen és házasságon alapuló rokonsággá tette őt. A te urat hatalmas. És allak helyett olyasmit szolgálnak, ami nem használ és nem árt nekik. Aki hitetlen, az kész az ura ellen segíteni a sátánt és csupán örömhírhozó és intőgyanán küldtünk el téged. Mond, nem kívánok ezért fizetséget tőletek, kivéve azt, hogy aki akar, az ura felé vegye útját, és hagyatkozz az élőre, aki nem hal meg, és hirdesd az ő dicsőségét, és ő eléggé ismeri a szolgái vétkeit. Aki hat nap alatt megteremtette az eget és a földet, és ami köztük van, és aztán fölült a trónusra, az irgalmas. Kérdezd csak meg olyas valakit, akinek tudomása van róla. És ha azt mondják nekik, boruljatok le a könnyűrletes előtt, azt mondják, mit jelent az, hogy könnyűrletes? Boruljunk le valami előtt, amit te parancsolsz nekünk? És ez csak növeli a nem tetszésüket. Ádott az, aki az égre tornyokat helyezett és lámpást, világító holdat tett oda, ő az, aki elrendelte az éjszaka és a nappal váltakozását annak számára, aki hallgatni akar az intőszóra, vagy hálás akar lenni. A könyörletes szolgái azok, akik szerényen járnak a földön, és ha a tudatlanok megszólítják őket, akkor azt mondják, békesség. És akik úgy töltik el az éjszakát, hogy uruk előtt leborulnak és fölállnak, és akik azt mondják, urunk, fordítsd el tőlünk a gyehenna büntetését, Bizony, annak a büntetése nyomasztó gyötrelem. Szörnyű hely az a nyugvásra és az ott tartózkodásra. <kül> és akik, ha hozzájárlást adnak, se ne mértéktelenek, se ne fősvények, a kettő között van a helyes. És akik nem fohászkodnak más Istenhez allakon kívül, és nem ölnek meg csak jogosan emberi életet, amit Allak tilalmasnak nyilvánított, és nem paráználkodnak. És aki így cselekszik, annak lakolnia kell. A feltámadás napján kétszeres legyen az ő büntetése, és maradjon abban megalázottan örökké, kivéve azokat, akik megbánást tanúsítanak, hisznek és jó tetteket cselekszenek. Allak az ő rossz cselekedeteiket jó tettekre cseréli. Allak megbocsájtó és könnyűletes és aki megbánást tanúsít és jóra valóan cselekszik, az mély megbánással fordul allak felé, és akik nem tesznek hamis tanúságot, és ha üres fecsegés akad útjukba, akkor emelt fővel mennek tovább, és akik, ha intés kapnak uruk jelei által, nem borulnak lesz süketen és vakon azok előtt, és akik azt mondják, urunk, ad, hogy örömet találjunk a feleségeinkben és utódainkban, és tégy minket példaképé az Isten félők számára. Ezeknek a jutalma a paradicsom felső terme lesz azért, mert álhatatosak voltak, és üdvözlet és békesség lesz ott a fogadtatásuk. A békesség, mikor így mondom, akkor az mindig idézőjelbe van. Tehát békesség. Örökké ott, idézne, ö, örökké ott időznek majd. Szép hely ez a nyugvásra és az ott tartózkodásra. Mond, az én uram nem törődik veletek, csupán a ti fohászotokkal. Hazugsággal vádoltatok, ám most elháríthatatlan lesz a büntetés. Következik a 26. szóra. Uh. Ennek a címe a költők. Allak a könyörletes és az irgalmas nevében. Nem tudom kimondani, T-S-M az első vers. Igen, T, T alul egy ponttal, és S, M. És akkor a másodiktól fogom folyamatában olvasni, nem mondom a számokat. <hül> Ezek a nyilvánvaló írás versei jelei. Talán még elemészted magad a bánattól, hogy nem hisznek. Ha akarnánk, leküldenénk hozzájuk valami jelet az égből, akkor a nyakuk alázatosan meghajolna annak. Ha új intés jön hozzájuk az irgalmastól, ők elfordulnak attól. Hazugságnak tartották az igazságot, ám híradás jön majd hozzájuk arról, amiből gúny szoktak űzni. Vajon nem látták, hogy mindenféle pompás növényfajtából mennyit sarjasztottunk a földön? Bizony, jel van ebben, ám a legtöbben közöttük nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas, a könyörületes. És emlékezz arra, amikor a te urad szólította Mózest: Menj a védkes néphez, fáraó népéhez! Vajon nem hisznek? Mózes azt mondta: Uram! Félek, hogy hazugsággal vádolnak engem, és elszorul a szívem, és nem folog a nyelvem. Küldj hát Áronért, és bosszút állhatnak ellenem egy bűnért. Félek hát, hogy megölnek engem. Nem, mondta, menjetek ketten a jeleinkkel, veletek leszünk, és oda odahallgat, odahallgatunk. Menjetek Fáraóhoz, és mondjátok neki, mi vagyunk a teremtmények urának a küldöttei küld el velünk Izrael fiait. Fáró azt mondta, hát nem neveltünk-e föl téged, mint gyermeket nálunk, és nem tartózkodtál-e közöttünk az életedből sok éven át? És hálátlan voltál a hálátlanok között, amikor elkövetted azt, amit elkövettél. Mózes azt mondta, amikor elkövettem azt, tévejgő voltam a tévejgők között, és miután féltem tőletek, elmenekültem előletek. Az én uram pedig bölcsességgel ruházott föl, és küldöttét tett a küldöttek között. Ez a kegy, amit felhány ellenem, abból fakad, hogy rabszolgává tetted Izrael fiait. Fáraó azt mondta, mit jelent az, hogy a teremtmények ura? Mózes azt mondta, ő az egek és a föld ura, és azé, ami a kettő között van, ha szilárd bizonyosságotok van. Fáró azt mondta azoknak, akik körülötte voltak. Nos, halljátok! Ő a ti uratok, mondta Mózes, és hajdan volt atyáitok ura. Fáró azt mondta, a hozzátok küldött küldöttet a dzsín szállta meg. Mózes azt mondta, ő a napkelet és a napnyugat ura, és azé, ami a kettő között van, ha éltek az eszetekkel. Fáró azt mondta, ha rajtam kívül más Istent választasz, bizony rabbá teszlek a rabok között. Mózes azt mondta, még akkor is, ha valami nyilvánvaló dologgal jöttem hozzád. Fáraó azt mondta, hozd hát elő, ha igazmondó vagy az igazmondók között. Mózes ekkor eldobta a botját, is, íme az egy valóságos kígyóvá vált. És előhúzta a kezét, íme fehér volt az a nézők szemében. Fáró azt mondta az előkelőknek, aki körülötte voltak. Ez a varázsló aztán érti a dolgát. Ki akar űzni benneteket a varázslatával a földetekről? Mit tanácsoltok? Azok azt mondták, halaszd el az ő és bátja ügyét későbbre, és küldj a városokba küldöncöket, akik embereket gyűjtenek, hogy hozzák ide eléd az összes dolgát értő varázslót és összegyülekeztek a varázslók egy meghatározott napon, kijelölt időpontban. És mondatott az embereknek, nem akartok-e összegyűlni? Talán követjük a varázslókat, ha ők lesznek a győztesek. És jöttek a varázslók fáraóhoz, és mondták, bennünket ugye biztosan megillet a fizetség, ha mi leszünk a győztesek. Igen, mondta Fáraó, és azok közé tartoztok, akik közel állnak hozzánk. Mózes azt mondta nekik: Dobjátok el, amit eldobandók vagytok! És akkor eldobták a köteleiket és a botjaikat, és azt mondták: Fáraó hatalmára, bizony, hogy mi leszünk a győztesek! És eldobta Mózes a botját, és íme, a bot már el is nyelte az ő szemfényvesztésüket. És földre vetődtek a varázslók imához leborulva, mondván: Hiszünk a teremtmények urában, Mózes és Áron urában. Fáraó mondta, hát hisztek benne mielőtt még én megengedném nektek. Bizonyára ő a ti mesteretek, aki varázslásra tanított benneteket. De majd megtudjátok, bizony le fogom vágni egymással ellentétesen a kezeteket és a lábatokat, és aztán pedig keresztre feszítetlek benneteket mindegy szálig. Nem baj, mondták azok, bizony mi az urunkhoz térünk vissza. Azután vágyakozunk, hogy megbocsássa az Úrunk a mi védkeinket, mert hogy mi vagyunk az elsők, akik hisznek. És azt sugaltuk Mózesnek, kerek egy föl éjszaka a szolgáimmal, bizony üldöztetésben lesz részetek. És Fáraó küldöncöket küldött a városokba, akik katonákat gyűjtöttek össze, mondván, ezek csupán egy kis csoportot alkotnak, ám mégis bosszúságot okoznak nekünk. Mi azonban olyan sereget alkotunk, amely résen áll és hagytuk, hogy oda hagyjanak kerteket és forrásokat, és kincseket és pompás lakhelyeket. Eképpen volt, és Izrael fiainak adtuk azt örökül, és napfelkeltekor követtük őket. És amikor a két sokaság föltűnt egymás látóterében, Mózes társai azt mondták, utolérnek minket. Nem, mondta ő, velem van az én uram, vezérelni fog engem. És mi azt sugáltuk Mózesnek, üs a botoddal a tengerre. És széthasadt az, s mindegyik rész olyan lett, mint egy hatalmas hegy. És hagytuk, hogy a többiek közeledjenek oda. És megmentettük Mózest és mindenkit, aki vele volt. Aztán ville, vízbe fullasztottuk a többieket. Bizony, jel van ebben, ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas és a könyületes. És hirdes nékik Ábrahám történetét. Emlékezz arra, amikor azt mondta atyának és népének: Mit szolgáltok ti? Bálványoknak szolgálunk, mondták, nékik adózunk mindegyre tisztelettel. Ő azt mondta: Vajon hallanak benneteket, amikor fohászkodtok? Vagy használnak, vagy ártanak nektek? Már atyáinknál is úgy találtuk, mondták, hogy eképpen cselekedtek. Ábrahám azt mondta: Mit gondoltok, minek a szolgálatára adtátok magatokat, ti és réges régi őseitek? Bizony ők mind ellenségem nekem, kivéve a teremtmények urát, aki megteremtett engem, és ő vezérel engem, és aki enni és inni ad nekem, és ha megbetegszem, akkor ő gyógyít meg, és aki a halába küld, aztán életre kelt engem, és aki ez az, az a kívánságom, hogy bocsássa meg a védkemet az ítélet napján. Uram, ruház föl bölcsességgel engem is ad, hogy csatlakozhassam az igazakhoz, és juttass nékünk igaz dicséretet a későbbi nemzedékek között, és helyezz engem a gyönyörűség kertjének örökösei közé. És bocsáss meg az én atyámnak, bizony tévejgő ő a tévejgők között, és ne bodíts szégyenbe engem azon a napon, amikor föltámadásuk lesz, azon a napon, amikor nem használ sem vagyon, sem fiúgyermekek, csak annak, aki egészséges szívvel jön Allahhoz. És a paradicsom közel hozatik az Istenfélőköz, és a pokol látván látszik a tévejgőknek, és az mondatik nékik, hol van az, amit szolgáltatok Allah helyett? Vajon képesek-e benneteket, vagy saját magukat megsegíteni? És hanyat homlok bukfenceznek bele ők, és a tévegők és iblis seregei mind. Ők azt mondják, miközben egymással civakodnak benne, Allakra bizony nyilvánvaló téveigésben voltunk, amikor egyenlőnek tartottunk benneteket a teremtmények urával. Nem mások csupán a bűnösök vezettek félre minket, és most nincsenek közben járóink, sem igaz barátunk. Vaj, ha még egyszer visszatérésünk lehetne a Földre, hogy hívők lehetnénk a hívők között. Bizony jel van ebben, ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas és a Noé népe hazugsággal vádolta a küldötteket. Emlékezz arra, amikor Noé, az ő testvérük azt mondta nékik, nem akartok-e Isten félők lenni? Én vagyok a tíz szavahihető küldöttetek. Féljétek hát allakot is, engedelmeskedjetek nekem. Nem kívánok én ezért fizetséget tőletek. Az én fizetségem egyedül a teremtmények az én fizetsége egyedül a teremtmények urára tartozik. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem. Azok azt mondták, higgyünk el neked, hogy ott csupán a csőcselék követ téged? Nincs tudomásom arról, mondta ő, hogy mit cselekedtek. Egyedül az uramra tartozik az, hogy elszámoljon velük. Bárcsak tudnátok. Én nem taszítom el a hívőket. Én nyilvánvaló intő vagyok csupán. Noé, mondták azok, ha nem hagyod abba, bizony megkövezett leszel a megkövezettek között. Uram, mondta ő, bizony az én népem hazugsággal vádolt engem. Dönts hát közöttünk ítélettel, és ments meg engem, s azokat a hívőket, akik velem vannak. És megmentettük őt is, azokat, akik vele voltak a meglakott bárkán. Majd ezután vízbe fullasztottuk a többieket. Bizony, jel van ebben. Ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas és a könnyületes. Ád törzse hazugsággal vádolta a küldötteket. Emlékezz arra, amikor Hud, az ő testvérük, azt mondta nekik, nem akartok-e Isten félők lenni? Én vagyok a ti, szavahihető küldöttetek. Féljétek hát, allakot és engedelmeskedjetek nekem. Nem kívánok én ezért fizetséget tőletek. Az én fizetségem egyedül a teremtmények urára tartozik. Vajon minden magaslatra valami új jelzőt építettek a magatok mulatságára? És építményeket, masáni a, emeltek? Talán halhatatlanok lesztek? És amikor erőszakot alkalmaztok, vajon hatalmaskodva teszitek? Féljétek inkább allahot, és engedelmeskedjetek nekem. És féljétek azt, aki bőségesen ellátott benneteket azzal, amiről tudomásotok van ellátott benneteket jószággal és fiúgyermekekkel, kertekkel és forrásokkal. Bizony, félek, hogy egy szörnyű nap büntetése sújt benneteket. Azok azt mondták, egyre megy nekünk az, hogy inte szavad sem, ez pedig a hajdan voltak természetes állapota, és mi nem fogunk büntetést elszenvedni. És hazugsággal vádolták őt, mi pedig pusztítottuk őket, bizony példa van ebben, ám a legtöbben nem hisznek a te urad azonban hatalmas és könnyűletes. Tamud törzse hazugsággal vádolta a küldötteket. Emlékezz arra, amikor Sálih, az ő testvérük azt mondta nekik, nem akartok-e istenfélők lenni? Én vagyok a tíz hihetető, én vagyok a tíz szava hihető küldöttetek. Féljétek hát allakot és engedelmeskedjetek nekem. Nem kívánok én ezért fizetséget tőletek. Az én fizetségem egyedül a, a teremtmények urára tartozik. Vajon biztonságos maradásoktok lesz-e abban, ami itt van? Kertekben és forrásoknál és szántóföldeken és pálmafáknál, amelyek virágzata feszesen duzzadó? És továbbra is házakat faragtok-e ügyesen a hegyekből? Féljétek hát allakot is, engedelmeskedjetek nekem. És ne engedelmeskedjetek azok parancsának, akik semmibe veszik a határokat, akik romlást terjesztenek a földön és nem cselekszenek üdvösen. Te azok közé tartozol, mondták, akiket varázslat igézett meg. Te csupán hozzánk hasonló ember vagy. Hozzá hát jelet, ha igazmondó vagy az igazmondók között. Ez egy nőstény teve, mondta, amelynek innivaló jár, és nektek is jár innivaló egy meghatározott napon. És ne itassátok őt semmi rosszal, különösen egy szörnyű nap büntetésének a martalékává lesztek különben egy szörnyű nap büntetésének martalékává lesztek. És elvágták a tevet érdinát. Aztán reggelre kelve megbánták. És meglepte őket a büntetés. Bizony, jel ebben, ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas és a könyörletes. Lót népe hazugsággal vádolta a küldötteket. Emlékezz arra, amikor Lót, az ő testvérük azt mondta nekik, nem akartok-e Isten félők lenni? Én vagyok a ti szavaihető küldöttetek. Féljétek hát Allahot is, engedelmeskedjetek nekem. <kül> Nem kérek én ezért fizetséget tőletek. Az én fizetségem egyedül a teremtmények urára tartozik. Ti vajon hímnemű teremtményekkel akartok együtt hálni? És hagyjátok feleségeiteket, akiket a ti uratok teremtett nektek? Nem. Olyan nép vagytok ti, amely áthágja a határokat. Lót, mondták, ha nem hagyod abba, bizony elűzött leszel az elűzöttek között. Utálom azt, amit cselekszetek, mondta ő. Uram, ments meg engem és házam népét attól, amit cselekszenek. És mi megmentettük őt és ház népét, mind kivéve egy öregasszonyt. Ő azok közé tartozott, akik hátra maradtak. Aztán meg sem misítettük a többieket. És esőt záporoztunk rájuk, szörnyű azok esője, akik intés kaptak. Bizony jel van ebben, ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban hatalmas és könnyűletes. A cserjés lakói hazugsággal illették a küldötteket. Emlékezz arra, amikor Sucsájb, vagy nem tudom kérdé, bocsánatot kérek elnézést, azt mondta nekik, nem, -e, nem akartok-e hívők lenni? Én vagyok a ti szavahihető küldöttetek. Féljétek hát a lakot, és engedelmeskedjetek nekem. Nem kívánok én ezért fizetséget tőletek. Az én fizetségem egyedül a teremtmények urára tartozik. Adjatok igazságos mértéket, és ne tartozzatok azokhoz, akik megkárosítanak. És mérjetek pontos mérleggel. És ne rövidítsétek meg az embereket semmiféle dolgukban. És ne terjesszétek gonoszul a romlást a földön. És féljétek azt, aki titeket és a többi teremtményeket teremtette. Te azok közé tartozol, mondták, akiket varázslat igézett meg. Te csupán hozzánk hasonló ember vagy, és bízvást úgy véljük, hogy hazug vagy te a hazugok között. Szakaszt hát ránk az égboltot darabokra, ha igazmondó vagy az igazmondók között. Ő azt mondta, allak a legjobb tudója annak, amit cselekszetek. Ám ők hazugsággal vádolták őt, és meglepte őket a felhőkből készített sátornapjának a büntetése, Adábú, Javmi, Zé Zullati. Bizony, szörnyű nap büntetése volt az. Bizony, jel van ebben, ám a legtöbben nem hisznek. A te urad azonban a hatalmas és a könyörletes. Bizony, ezt a korán a teremtmények úra küldte le. A hűséges lélek hozta le a te szívedbe, hogy intő légy az intők között. Világos arab nyelven, és bizony, benne van a hajdan voltak írásaiban. Vajon nem volt nekik jel az, hogy Izrael fiainak a tudósai tudtak róla? És ha ezt nem arabnak küldtük volna le, és ő hirdette volna nékik, akkor nem hittek volna neki. Így bocsátjuk be a bűnösök szívébe, nem hisznek benne, amíg a fájdalmas büntetés, meg nem látják, vagy hogy az váratlanul lepi meg őket, anélkül, hogy észrevennék. Akkor majd azt mondják, nem kapunk haladékot. A mű büntetésünk azonban, si a mi büntetésünket azonban siettetni szeretnék. Mit gondolsz, ha megengedjük nekik, hogy számos esztendőn át éljék a világukat, aztán eljön hozzájuk az, amire ígéretet kaptak? Mit használ nekik az, hogy élhették világukat? És nem pusztítottunk el egyetlen város sem, hogy ne lett volna intőjük figyelmeztetés véget. Nem voltunk soha igazságtalanok. A sátánok nem jöttek levele. Nem illik ez nekik, és képtelenek is rá, hiszen távol vannak tartva annak a hallásától, ami az égben elhangzik. Ne fohászkodj hát allak mellett más Istenhez, hogy ne tartozz azok közé, akiket büntetés sújt. És insd a legközelebb álló nemzetségek, és insd a legközelebb álló nemzetséget, és vedd szárnyai alá a, Vedd szárnyaid alá a hívőket, akik követnek téged. És ha nem engedelmeskednek neked, akkor mond. Nem tartozom felelősséggel azért, amit ti cselekszetek. És hagyatkozza a hatalmasra és a könyörletesre, aki lát téged, amikor ima közben állasz, és amikor ide-oda fordulsz a leborulók között. Ő az, aki mindent hall és lát. Elmondjuk-e nektek, hogy kire jönnek le a sátánok? Minden hazudozóra és vétkesre jönnek ők le. Hallgatóznak, ám a legtöbben hazudnak. És a költők csak a téveigők követik őket. Vajon nem láttad, hogy ők minden vádiban kószálnak, és hogy azt mondják, amit nem tesznek? Kivéve azokat, akik hisznek, és jó tetteket cselekszenek, és gyakran megemlékeznek allakról, és akik segítenek magukon, miután jogtalanságot szenvedtek el. Azok, akik jogtalanságot követnek el, meg fogják tudni, hogy milyen sorsfordulat felé lesz utuk fordulása. Következő alkalommal a 27. szúra kerül felolvasásra, amelynek címe a hangyák. És hát ez a 27. szúra, de utána már sokkal rövidebb szúrák lesznek, viszont 400... 476 szúra van, most a 27-nél járunk, de lényegesen rövidebb szórák lesznek a végén. Tehát azért már túl vagyunk a korán felén, nem tudom mikorra fejezzük be, amikor a befejezzük. De mostantól igyekszem ezt is akkor napi rendszeresség, hát ha nem is napi, de azért heti legalább két-három alkalommal, és akkor ez is meg lesz teljes hangos könyvben. Köszönöm, hogy meghallgattál, áldás és békesség!